Óbecse község kezdeményezést indította a helyi szociális-gazdasági tanács megalakítására. Ez egy független testület, amely a helyi önkormányzat képviselőink kívül vállalkozók és munkáltatók szövetségéből, valamint reprezentatív szakszervezetek tagjaiból áll. Mi úgy képzeltük el, tekintettel a község nagyságára és más helyi önkormányzatok példájából kiindulva, hogy a helyi tanács összetétele 3+3+3 legyen, azaz, hogy minden felsorolt szerv 3-3 képviselőt javasoljon. Amennyiben valamilyen szélesebb körű közvita alakulna ki bármilyen témával kapcsolatban, akkor ez az alap képezni az irányítást ebben a tanácsban, amely bármikor kibővíthető. A társadalmi-gazdasági tanács azért jön létre, hogy társadalmi párbeszédet alakítson ki a fontos kérdésekben, és hogy lehetővé tegye a gazdasági és társadalmi szabadság, valamint az emberi jogok megvalósulását. Továbbá, hogy fejlessze a munkavállalók és a munkáltatók anyagi, társadalmi és gazdasági helyzetét, életkörülményeit, munkakörülményeit, a tárgyalási kultúrát, valamint hogy ösztönözze a békés rendezést a kollektív munkaügyi viták esetén, ezen túlmenően pedig, hogy fejlessze a demokráciát és hasonlók. A munkaköri tevékenység igen széles körű. Volt már néhány kezdeményezési összejövetelünk a tanács megalakulását illetően, melyeken arra az elhatározásra jutottunk, hogy konkrét témákat kell felvetni ahhoz, hogy ennek a munkának a hatékonysága látható és érezhető legyen, hogy egy meghatározott időn belül hozzunk meg bizonyos döntéseket, melyeket tényleg megvalósítunk, és amelyek igazán hasznosak lennének. A törvény előírja, hogy a tanács minden döntését egyhangulag kell meghozni. Ennek a testületnek a prioritása a munkavállalók és a munkahelyi státuszuk, de a társadalmi-gazdasági tanács munkaköre jóval szélesebb ennél, mondta Kovácsev. A szakszervezetek képviselői már tettek néhány javaslatot, azonban tudjuk azt, hogy manapság a szakszervezetek befolyása valahogy csökkent, főként a magáncégek esetében, ahol nincs is képviselőjük. Ezért ez egy lehetőség lenne arra, hogy egyes gondolatok a felszínre kerüljenek, és ahol meghatározott döntésekkel befolyásolható lenne, hogy változás álljon be. Természetesen a tanács a kormány felé is hozhat javaslatokat és döntéseket, és ezeket is befolyásolhatja, amennyiben olyan törvényt hoznak meg, amelyek hatással vannak a munkások státuszára a vállalatokban, amennyiben erre szükség mutatkozik, a tanács döntéseket hozhat, melyeket a kormány felé irányíthat, módosító vagy kiegészítő jelleggel. Az elkövetkező időszakban pályázatot kell kiírni a testület tagjai számára, amelyet a helyi munkaadók, a szakszervezetek és a helyi önkormányzatok képviselői delegálhatnak.